Az elmúlt években, sőt évtizedekben a hazai asztali teniszsport egyik utánpótlás nevelő fellegvárának számított a nyírbátoria se. Folyamatosan fejlődött a létesítmény, sorra kerültek ki a műhelyből a válogatott játékosok. A 2022-es esztendő viszont nem kerül az Egyesület történetének arany oldalaira. Több olyan dolog hátráltatta munkánkat, ami nem volt betervezve. Az egyik az, hogy a Big Tomi visszament Szatmár Németébe, aki a vezetőedzőnk volt, játékos edző. Utána hoztuk helyette a Keresztesi Kittit, akivel szintén nagyon régi kapcsolatunk volt, ő pedig kiment Angliába tanulni. Ezáltal most egy kicsit úgy gondoltuk, hogy na akkor hazai forrásból meg tudjuk oldani ezt az utánpótlás helyzetet, de aztán utána Kis Zsolti pedig beköltözött Tebesre, hogy még legyen valami nehézség, és hát most gyakorlatilag Bánhidi Emil, Macos Valentina, Szőlősi Tomi maradt meg az edzői garnitúrából, és velük próbálunk meg valamilyen olyan eredményt elérni, ami belelégedettek lehetünk. A férfi csapat a hatodik helyen zárta az évet az NB2 északkeleti csoportjában. A reális helyünk a középmezőnyben van most Kis Zsolti kiválásával. Ezt mindenképpen le is tudjuk hozni. Annak örülök, hogy Máté Dávid egyre inkább beépül a csapatba, hova további a játékosa lesz az NB2-es csapatunknak, aki 17 éves, saját neveli, akarom mondani, fejegyarmatról került hozzánk, de az elmúlt két évben olyat fejlődött, ami mindenképpen azt gondolom, hogy dicséri a nyírbátori nevelő munkát. Sajnos Tölgyes Dorottya nem tud olyan mértékben besegíteni, mint amilyenben szerettük volna, vagy ő is tudott volna segíteni, mert ez a krónikus sérülés hullám, ami őt sújtja, ez nagy mértékben befolyásolja szerintem az egész pályafutását is, de a nyírbátori tevékenységét az NB2-es csapatban mindenképpen. Mint a klubmenedzser elmondta, míg az edzőtáborok és a versenyek megrendezésével akadt a legkevesebb problémájuk 2022-ben. A nyarat még mindig igyekszünk kihasználni, és azt az infrastruktúrát, ami rendelkezésre áll, azt próbáljuk nagyon jó színvonallal megtölteni. Régiós edzőtáborokat szerveztünk, a magyar korosztályos válogatott kétszer is volt itt, felnőtt válogatott is készült itt, és a téli szünetbe, karácsony és szilveszter között szintén itt fognak nálunk tölteni 4 napot. Itt készülnek föl a srácok a tavaszi szezonra. Ez nagy mértékben javítja a mi munkánkat is, mert életközelben láthatják ezeket a fiúkat. Csekő Sándor szerint még kérdéses, hogy milyen körülmények között tudnak dolgozni januártól. Valamilyen kormányzati segítségre lenne szükség ahhoz, hogy a gyerekek tovább tudjanak készülni, mert a covidos időszak megmutatta, hogy milyen káros fejlődésük szempontjából egy hosszabb kihagyás.